Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetünk tagjait a mai dicsőítő alkalmunkon. Ige hirdetés már hallhattunk itt karácsonyi ünnepben, az interneten is rengeteget találhatunk, ezért úgy gondoltuk, hogy valami különleges legyen. Az első ének, amit szeretnék énekelni, egy olyan ének, amit mindketten, feleségem együtt nagyon kedvetünk már gyerekkorunkban is, és hogy nagy örömmel dolgoztuk fel most is. Hallgassátok meg Isten igéjét, mint írva található Lukács evangéliumban, a karácsonyi történetnek az első felét fogom felolvasni. A Lukács evangélium második részéből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment át mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. Hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújáltam, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és ölködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, ki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Oh, yeah. Most pedig következik egy olyan ének, amit az idén legkedvesebbnek találtak a hittanosaink. Karácsonyok estején három kicsi bárány. Pásztorokról hallhattunk az énekben, akkor fel is olvasom az ő történetüket folytatva, Lukács evangélium második részét. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak neki. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
volt még ilyen áldott éj. Egyet lapozunk, és már is ott vagyunk az énekfüzetben a 66. oldalon. Valaki tudja otthon követni esetleg. Során volt még ilyen áldott éj, az Isten maga néz ránk, kicsi jászolban, úgy hívod már, aki eljött hozzánk. A boldogság még napja ez, úgy vártunk erre még. Szentékét hirdet a megváltó, akit mi nekünk küld az ég. Soha nem volt még ilyen áldott ég, nem gyújt ki soha ég. A legszebb tűz, a legszebb nap, ragyog a magas égi vég. A mennyország elküldei, az Istenek fiát. A béke angyalainket, veled adunk glóriát. A pásztorok után térjünk rá a bölcsekre is, hiszen ők is meglátogatták a megszületett messiást, Jézust. Máté evangélium a második részét olvasom, a 9. verstől. A bölcsek, miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Kezdjük.